nincs valami újdonság. Ő itt Guccio. Guccio 153 cm magas, szereti a régi könyveket, a rejtélyeket és a bölcsességeket. Ez egy antikvárium. Tudsz valamit ajánlani? Nézz körül. Ez. Mennyit jemel neked? Van nálam 200 forint. Tényleg. Köszönöm. Aznap korán eljött a lefekvés ideje. Most már alvás. Jó ét. De Guccio sehogy sem tudott elaludni. Guccio elhatározta, hogy elindul és megkeresi a kincset. Kérlek, ne ölj meg! Nem bántalak! Ismered az erdő? Mint a tenyeremet, az a nagyapám eltész. Segítesz? Attól fogva együtt keresték a kincset. Úristen! Szerintem forduljunk vissza. Szerintem is. Nem fordulhattok vissza. 6 éve követlek titeket, ez semmiért? Jó, de te ki vagy? Az most mindegy, 6 év, és nekem kell a kincs. Jó, nekünk is. Ha te is velünk jössz, akkor menjünk tovább. Jó, menjünk. Keresték nappal. Keresték éjszaka. Melyik úton menjünk? Nem tudom, az elég ijesztő. Igen, meg a virágos út az barátságosabb meg. Igen. Ez. De lehet, hogy pont arra van a megoldás. Akkor az áldalat, a rémésztő úton megyünk. Keresték reggel, aztán egyszer csak... Ennyi év után hozom az ásót. Itt van. Itt van valami. Gyorsan ás ki. Basta. 8 év után. De hol a kincs? Csak egy levél van itt. Mi áll benne? Abba adás, értem, hírem, víz, gannor.
értem, ez egy anagram. Hát az utolsó szó az a Morgan, mert gamma. És ez a Morgan. És akkor az első az meg... Nézd. Szívás. Hamarabb. Értem. Ide. Morgan. Sosem a célra fontos, hanem az út, ami a győzelemhez vezet. Mi van? És azóta Guccio nem szereti a bölcsességeket.